ebben a videóban az egyetemen található Gleeble fizikai szimulátornak a MaxTrain egységét mutatjuk be. Ez a MaxTrain egység tulajdonképpen több tengelyű kovácsolásos kísérletekre ad lehetőséget. Ebben az esetben ez azt jelenti számunkra, hogy egy tömbi alumíniumot többszörösen átkovácsolva egy ultrafinom vagy nanoszemcsés szerkezetű anyagot tudunk előállítani. A videóban, ahogy láthatják, két Wolfram karbid alakító szerszám van, amely között helyezkedik el maga a minta. A kísérlet az úgy történik, hogy először az egyik szerszámfél rápozícionál az anyagra, majd a másik is rápozícionál, és elindul az alakítás a két szerszámmal együttesen. Amikor az alakítás megtörtént, a minta 90 fokot fordul, és ugyanúgy vissza rápozícionál az egyik szerszámfél, és rápozícionál a másik szerszámfél. És ismételten megtörténik maga az alakítás. A lényeg az, hogy egy ilyen ciklus, tehát amikor kétszer alakítunk, tehát megtörténik a 90 fokos forgatás is, ezen belül kell meghatároznunk azokat az egységnyi alakításokat, amelyeket az anyag el tud szenvedni semmiféle anyagkárosodás nélkül, tehát nem történik se repedés, se semmi, és ezeket a ciklusoknak a számát tudjuk mi annyiszor ismételni, amilyen finomságú szerkezetet szeretnénk létrehozni. Azonban ennek az alakításnak van egy hátránya, hogy amikor a két szerszám rápozícionál és elkezd alakváltozni, látszanak itt a nyomókúpok. Ez azt jelenti, hogy nem egyenletes az alakváltozás a teljes keresztmetszetben, és így tulajdonképpen egy inhomogén anyagszerkezetet kapunk. Ezért kell a ciklusokat lehetőleg minél többször ismételni, hogy ezt az egyenletlenséget ki tudjuk küszöbölni.